Kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megkérem a Katica csoportos gyerekeket, hogy egy kis műsorral nyissák meg ezt a kis átadó ünnepségünket. Tisztelt ünneplő közösség, és nem nyelvbotlás, amikor nem közönséget mondtam, hanem közösséget, hisz egy sokkal magasabb rendű gyülekezet, hogyha erre gondolunk, mert a közösség az valami összetartozót jelent, valami olyasmi anyag, sokszor szellemi anyag létezését jelenti, ami nem látható, de mégis egy tömegből közösséget formál. És nyugodtan mondhatjuk az itt jelenlevőkre, bár ad-hoc gyűltünk össze, és hát ha ragozni akarjuk így nyelvtanilag a dolgot, akkor mégiscsak közönség volnánk, de mégis azt mondjuk, hogy közösség, mert a szülők közössége, az itt dolgozók, szakdolgozók, pedagógusoknak a közössége, a gyerekeknek a közössége, mindegy-egy parányi kis közösség, ami együtt lesz ennek az intézménynek a nagy közössége. És hogy ezt a lebontást tovább igazgassuk, az óvoda közössége, meg a város közössége, és így megy tovább szépen ez az építkezés egész a paránytól fel a csillagos égig. Egy város életében viszont rettenetesen fontos, hogy nyugodt lélekkel, kicsit mondhatni pár év után hanyatdőlve mondhatja azt, hogy az intézményeiben nem szeretvedett emberek dolgoznak, hanem kiforrott, összefogó, összetartó közösségek. Ezért is jó minden egyes ilyen alkalomra eljönni, és elmondani először a kötelező penzumot, amit én is meg fogok most tenni, mert ennélkül nincsen sem avató beszéd, sem megnyitó. Utána egy pár személyesebb gondolatot is hozzátennék, hisz ide visszajáró lélek vagyok magam is a három lurkomból kifolyólag. Tehát a békési kistérségi óvoda és bölcsőde felújítása fejeződött be, amely során fűtéskorszerűsítés, teljes hőszigetelés és nyílászáró csere valósult meg. Egy 22.289.000 forintos pályázati támogatás igénybevételével, amelyből mindössze 5.572.713 forint volt az önerő. És ez 30%-os energia megtakarítást jelent a jövőre nézve. Ez a felújítás teljes nyílászáró cserét jelentett, ami azt jelenti, hogy 92 ablakot cseréltek ki. A régi összeszáradt, megszúvasodott faablakok helyett műanyag ablakok lettek ezzel a ma használatos dupla üvegezéssel, illetve 9 ajtó is kicserélésre került, valamint ha tetszenek látni, az óvoda külseje is megváltozott, csinos lett, de nem csak csinos, hanem kapott egy 12 centi vastag hőszigetelést is, ami a csinosság mellett igen hasznos dolog is.
Ugyanakkor épületgépészeti felújítás is történt, hisz két régebbi 90%-os teljesítményű kazánt egy újra, de annak 105%-a teljesítménye cseréltek ki, illetve a melegvíznek az előállításában is újdonság a napkollektoros rendszer beépítése a működésben. Tehát elmondhatjuk, hogy új EU-s normatíváknak megfelelő energiatakarékos rendszer alakult ki az óvodában, amelynek használatához hát sok sikert, meg egészséget kívánunk az itt dolgozóknak egyaránt, meg a gyerekeknek egyaránt. Ez lett volna az, ami tulajdonképpen úgy nagyon-nagyon szárazon és magyaróhéjban elmondva a műszaki részét érinti a felújításnak. Egy felújítás azonban nem csak az épületnek vagy a benne levő szerkezeteknek a felújítását jelenti sokszor, hanem nem tudom, tetszettek tapasztalni, hogyha csak a saját lakását kifesti az ember, vagy a saját lakásán matat egy picit és másképp néz ki, vagy csak a bútorokat átforgatja sokszor, már azután is teljesen más lelkülettel megy be abba az ingatlanba, és valahogy megújulva egy kicsit másképp fogja használni azt, mint amíg eddig tette, valahogy jobban. És valószínű, hogy ezt a lendületet, ezt az ifjonti őszi hévet, ilyen furcsa képzett társítás a pedagógusoknál, hogy ősszel van a kezdet, de ezt az ifjonti őszi hévet valószínű, hogy magukkal fogják hozni az itt dolgozók is, hisz tényleg más lélekkel, más szemmel, más belsővel jön be az ember egy felújított épületbe. Említettem azt, hogy személyes emlékek is kötnek ide, hisz itt laktunk a szomszédban, a Vásárszél utcában, és mindhárom lurkom ide járt óvodába annak idején. Ugyan inkább a feleségem volt, aki kivette a részét az idehozásukba, meg a hazahurcolásukba, én ritkán jelentem meg, de azért valamivel jobb apuka voltam, mint az egyik barátunk, és ezt hadd mondjam el, tanulság véget, aki nagyon-nagyon ritkán jött a gyerekekért, pont ide jártak a Baki utcai óvodába, de egyszer a felesége azt mondta, hogy na, ma délután neked kell elhozni a gyereket. És az illető apuka hát rohant is, sietett is, nézte az órát, hogy már el van késve, beesett az épületbe, sehol senki, aztán előbolyongott valaki révén, hogy soha nem járt itt, nem tudta, hogy takarító néni, dada, ovo néni kirővel találkozik, és mondta, hogy kinek az édesapja, kiért jött, és mint kiderült, a vezető óvónő volt annak idején éppen, akivel találkozott, és az egy ilyen szánakozással, csodálkozással, vegyes borzadállyal nézett rá, és mondta, hogy kedves apuka, a gyerek már egy éve iskolás. No, tehát ilyen kedves dolgok is kötik az embert ehhez az épülethez. És említettem azt, hogy a bevezető mondatomban, hogy közösséget köszöntök, vagy közösségeket köszöntök. Egy ilyen közösség a város vezetése is. És az ember időnként megdöbben azon a feladaton, ami a vállára kerül a városvezetőknek. A minap ültünk össze szokás szerint a testületi ülés előtt megbeszélni, hogy miről lesz szó, miben kell dönteni, és amikor azt látja az ember, hogy a 20, nem tudom hányadik, vagy a 30 hányadik téma kerül az asztalra, és mindegyik valamilyen szegmensében, valamilyen szeletében érinti a város életét, akkor egy picit szinte megborzad attól a felelősségtől, a felelősség súlyától, ami a vállára kerül ilyenkor. Ugyanakkor megtisztelő, felemelő és nagyon komoly feladat is ilyen dolgokban dönteni. Ezért, mint mondtam a bevezetőben, külön öröm az, hogyha végül egy ilyen feladatnak a végére jutunk, hisz rábólítottunk egy pályázatra annak idején, amikor még azt sem tudtuk, hogy az önerőt hogy fogjuk összevakarni, de azt mondtuk, hogy ezt a lehetőséget kár volna kihagyni, jól tettük, hogy nem hagytuk ki, most itt van a szép csinos eredménye a dolognak. És főleg azért is, mert ha egy városban valami fontos, az pontosan a városnak a jövője, és a városnak a jövője meg itt van. Az óvodában, a bölcsödében, az iskolában,
a gyerekekben. Tehát ha valahova pénzt kell investálni, vagy jó, ha ilyen csúnya kifejezést használhatunk, akkor pontosan ezek az oktatási intézmények azok, ahová kutya kötelessége egy városvezetésnek. Aztán elgondolkoztam azon is, hogy milyen gyönyörű a magyar nyelv, hogy amikor azt mondja az ember, hogy az óvodába jön, és lehet az rövid meg a hosszúokat variálni a szavon belül, vagy azt mondja a szón belül, vagy ha azt mondja, hogy kisded óvóba jön az ember, már maga az intézménynek az elnevezése mindent elmond arról, hogy mi történik itt. Én is magam is nagyon hálás szívvel gondolok vissza minden pedagógusra, akivel itt találkozhattam, és aki a három lurkomnak a kezdő lépéseit itt Békésen egyengedte. Pana lányomról azt mondták, hogy vezető óvónő lesz, ahogy végez itt, mert 5 évet járt a Baki utcai óvodába. 2,5 éves születésnapját itt töltött a kis csoportosként. No, hogy ne húzzam tovább a dolgot, hisz bár őszfele hajlik az idő, de még azért jó meleg van itt a napon. Végezetül annyit tennék hozzá, hogy jót tenni jó. És egy városvezetésnek, egy önkormányzatnak látni, révbe érni valami tervét úgy, hogy mosolygó arcok veszik körül a létesítményt az avatáskor, talán az egyik legnagyobb, legszebb esemény, legnagyobb öröm. Kívánok az itt dolgozóknak, meg az idejáró csöpségeknek sok erőt, egészséget, minden jót, és azt, hogy hosszú, közös és szép jövőnk legyen ebben a városban. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretettel köszöntöm én is a megjelent kedves ünneplőket, mert ez számunkra egy nagy-nagy ünnep. Annak idején, amikor elkezdődött ez a felújítás, és még itt voltak a gyerekek, az első ablak kivételekor megjelentem, és azt mondtam, hogy na, akkor itt a vége. Itt tovább gyermek nem lehet, és akkor nagyon nagy segítséget kaptunk a kedves szülőktől, hogy megértették azt, hogy itt ez a felújítás nem működhet tovább úgy, hogy a gyerekek is jelen vannak, és megszerveztük, megoldottuk, hogy csereóvodába el tudtuk a gyerekeket helyezni. Tehát itt szeretnék köszönetet mondani a kedves szülőknek ezért a megértésükért. A másik mondandómba utalnék alpolgármester úrnak a szavaira, hogy ő a közösséget hozta föl példának. Én a felújítás során nagyon sokszor jöttem, néztem, hogy milyen stádiumban van a felújítás, és az itt dolgozóktól mindig csak azt hallottam, hogy nagyon, nagyon szépek leszünk, és egyszer úgy is vége lesz, és akkor örülni fogunk rajta, vagy neki. Ez egy annyira részemről egy annyira pozitív hozzáállásnak tűnt, és annyira jó közösségformáló erő volt ez a dolog, hogy azt mondtam, hogy ugyan nagyon sok nehézségekkel küzdöttünk, mire idáig eljutottunk, de ez a kis csapat még jobban összekovácsolódott. És hogy ne szaporítsam a szót, én nagyon a szülőknek is, ahogy mondtam a beszél, vagy a mondandóm elején, nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani. És egy pár szülőt szeretnék kiemelni, mert nagyon sok segítséget kaptunk, úgy a csoportszobák kimeszelésében, mint egyéb a gyerekek átköltöztetésében, akiknek szeretnénk egy kis csekély oklevéllel és egy szálvirággal megköszönni azt a segítséget, amit kaptunk, és tényleg önzetlenül és a gyerekük érdekében tették ezt. Köszönjük szépen a férjének tolmácsolja. A Bai Mihályné, ő ugyan azt írtuk az oklevélre, hogy szülő, de ő a nagymama. És ő, Horváth Rudolf, ő is szintén festésével segített. Jelenleg nem tudott eljönni, úgyhogy megkérem a csoportvezető óvónéniét, hogy vegye már át a nevébe, és juttassa el a számára. Fogadj szeret, és akkor add át neki, légy szíves. És akkor az ünnepség zárásaként szeretném megkérni alpolgármester urat, hogy adja át ezt a szép, csodálatos épületet. Gyere, Icuki, gyere középre. Hadd metéljünk mindenkinek belőle. Köszönöm. Az itthoniaknak is? Igen.
köszönjük szépen. És akkor mindenkit invitálunk egy sétre, de járó sétára. Yeah.